Mentőtiszt, védőnő és szülésznő. Ezek azok a szakok, amelyek az idei általános felvételi eljárás során a legnépszerűbbek voltak a jelentkezők körében a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. A Nyíregyházi képzőhelyen az új tanévben 352 új hallgató kezdi meg tanulmányait, a pótfelvételére pedig több mint százan jelentkeztek. Néhány napon belül kiderül, hogy pontosan mennyivel bővül még a hallgatói létszám, mondta el 35 perc című műsorunkban Sárvári Attila, a kar oktatási DK helyettese. Most, amit látunk a számokból, és az első próbakörében ma zajlott, ehhez képest viszonylag szerényebb 50 körüli létszámot látunk. Ez abból adódhat, hogy bizonyos szakjainkon, például levelező mentőti szakon, ápoló levelező szakon bizonyos előkövetelményeket kell teljesíteni a hallgatóknak. Tehát voltak olyan hallgatók, akiket ki kellett zárnunk a, a folyamat során, illetve lehet, hogy voltak olyan hallgatók is, akik a minimum 280 pontos ponthatárt nem érték el külföldi hallgatók is szép számmal jelentkeztek. Elsősorban közel és távol keleti, valamint afrikai országokból érkezők körében népszerű az egészségtudományi kar. Az intézmény egyébként a Debreceni Egyetem szenátusának döntése értelmében augusztus 1-től viseli ezt a nevet. Sárvár Attila elmondta, milyen tartalmi változásokat jelent ez a kar oktatásában. Tulajdonképpen ez két kar összevonásával jött létre, ez az új egészségtudományi kar, tehát a korábbi egészségi, nyíregyházi egészségügyi karból, illetve a Debrecenben működő népegészségügyi karból. Az alapképzések megosztva voltak nyíregyházán és Debrecenben, illetve elindultak ezek a képzések szolnokon is, tehát tulajdonképpen ez az új, a három, három telephelyen fog működni, Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon, tehát tulajdonképpen a képzések azok nem mozdulnak, azok ugyanúgy, ahogy eddig is ugyanazokon a telephelyeken folynak majd tovább, tehát így például a népegészségügyi ellenőr, dietetikus, gyógytornász képzések azok továbbra is Debrecenben lesznek, illetve elindult a gyógytornász dietetikus képzés, tőlünk a védőnő ápoló képzés szolnokon, tehát ott is vannak hallgatóink, tehát tulajdonképpen ezeket az, alap, az egészségtudományi alapképzések tartoznak majd ehhez az új karhoz. Az egészségtudományi karon jelenléti oktatásra készülnek az új tanévben, az előző két év tapasztalatait felhasználva azonban, ha szükség van rá, azonnal át tudnak állni online vagy hibrid oktatásra egyaránt.